A fordulót megelőzzen a negyedik helyen állt a Honvéd együttes, amely a legutóbbi öt bajnokiából csak egyet tudott megnyerni, viszont az előző három találkozója közül egyiket sem veszített el, nagyon sokat döntetlen Marco Rossi együttesénél. A másik oldalon, a Vasasnál viszont eddig még egyszer sem került sor pontosztozkodásra, és abban bíztak az angyalföldiek, hogy győzelmükkel előrébb jönnek, hiszen a hetedik fordulót követően mindössze a tizedik helyen álltak az NB1-ben. Az első lehetőség a 8. percben adódott, azonban sikerült Horvátnak kirúgni a labdát, ő helyettesíti Kemenest. A másik oldalon egy pontrugás után alakult ki veszélyes szituáció. Aztán a 12. percben Berec Zsombor kiugratását követően egy óriási esés, de ebből az ismétlésből látjuk, hogy Novák a két lábában esett el, nem szabálytalankodtak vele szemben. A 18. percben aztán megszerzi a vezetést a Vasas egy óriási góllal, teljesen váratlan szituáció volt, amelyben előtte Osvát a labdát, és megszerezte a 19 éves játékos az első gólját az élvonalban. A Sziget-Szent Miklóstól érkezett az angyalföldi klubhoz. Itt van, ahogy oda kerül elé a labda, és bum, megből ellövi, erre pedig Horváth sem számított. Ezzel tehát előny a vendégeknél. 31. perc, egy nem túlságosan jól sikerült lövés Berectől, amit követ egy újabb, szintén az U20-as válogatott játékos próbálkozása. Ez már egy picivel jobb volt, de a kaput ez sem találta el. Még mindig az első félidőben járunk, sokkal több helyzete volt ebben a periódusában a mérkőzésnek a Vasasnak, de ebből a Novák kíséretből sem alakult ki igazán nagy veszély. 41. perc, egy újabb baloldali akció, de ezúttal is a helyén volt a Honvéd védelme. A 42. percben Hangya kísérlete nem okoz problémát Horvátnak, az inkább csak próbálkozások, nem annyira helyzetek. Ez már a második félidő, amiben azért jobban játszott a Honvéd, mint az elsőben, ennek ez volt az első jele, ám les miatt, ha bemegy, sem ért volna a találat. 48. perc, Jula kísérlete, nem sikerült eltalálni a kaput. Majd az 50. percben járunk, és egy fontos szituáció a mérkőzésen. Beadást követően Jula fejel, és nagyon szépen véd Nagy Gergely. Ez volt az eddigi legnagyobb gólhelyzete a hazai csapatnak. Eddig két meccsen, 4 pont fővárosi riválissal szemben ebben a szezonban a Honvédnál. Egy távoli kísérlet, ebből azonban nincsen gól, hiszen nem sikerül eltalálni a kaput Hollandernek. Majd pedig a 60. perc, amikor a játékvezető Andó Szabó Sándor 11-est ítél, és nem is igazán lehet vitatni. Itt van, ahogy Botka a földre kerül, vele szemben szabálytalankodik Pajovic. A labda mögött Jula, de kivédi a 11-est, méghozzá nagy bravullal Nagy Gergely, hiszen ki sem pattan róla a labda. Jula tehát nem tud kiegyenlíteni, nem volt elég erős a lövés, a helyezéssel annyira nem volt baj, de eltalálta az oldalt a kapus. 69. perc, eldönthetné a mérkőzést a Vasas, azonban nagyon szépen figyel Horváth András, és jól mozdul ki a kapujából, és ennek köszönhetően tudja elrúgni Novák elől a labdát. 78. perc, egy reméli szabadrugás, Horváthról kipattan, de jó helyre. Itt azért most felélegezhetett a Vasas egy pillanatra, vagy legalábbis a mérkőzés egy bizonyos szakaszára. A végén azonban megint jön a Honvéd néhány akciója. Más kérdés, hogy Barát Botodnak nem sikerül eltalálnia a kaput. 83. perc, Barát teszi tovább. Szépen kijátszott akció. A beadás azonban nem volt sikeres. Délceg nem tudta eldönteni, hogy lőjön, vagy inkább a beadást válassza. 84. perc, egy óriási lehetőség a Vasas előtt. Remini csak hozzáér, és nem sikerül közvetlen közelről berúgni a labdát Adamovicsnak, pedig ez volt az abszolút meccslabda. Utána Osváth lövése nem volt olyan jó, mint az első fél időben. Itt van még egyszer az óriási lehetőség. 4 Vasas játékos érkezett két honvédossal szemben. Adamovics előtt teljesen tiszta volt, jó, hogy nehezen érte el, de azért ezt be lehetett volna rúgni. 89. perc. Még egy próbálkozás, de ebből sincs egyenlítés, mint ahogy a 91. percben sem jön. Pedig itt még Gyula visszafejeli.
Barát lőne, elakad a blokkban. Ezek pedig már a mérkőzés utolsó másodpercei. Még egy helyzet. Azonban a csereként beállt Vermes sem jár szerencsével. A végén a Vasas 1-0-ra nyer idegenben, és ennek köszönhetően feljön a 9. helyre. A Honvéd pedig a veresége ellenére is marad a 4. a tabellán.